Van egy olyan sorozatunk, azt hiszem most kezdődik, hogy bemutatjuk a magyar kutyafajtákat, és mindjárt van itt három is, de közel állnak egymáshoz. Soma, hát ezt nem figyel rá. Ő a Mudi. Kontor Ákos, a Magyar Mudi Klub elnöke. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. És Soma az nem figyel saját nevére. Ő rám figyel, ha én mondom, akkor figyel. De ha ő azt mondja neki, hogy Miklós, akkor is figyel. Nyilván mindenre, amit mondok. Erre való egy név. Tar József pedig a Rastari Duci Puri Kennel képviseletében, Mankában. Manka! Hát ez, na, azért ő odafigyelt a nevére. És Kobrák Ferenc a Pumiával, akit úgy hívnak, hogy Pityke, ez! Nagyon, köszönöm szépen, adj egy pacsit. Ez nagyon jó volt. Adj egy pacsit, jó? Adj egy pacsit. Jó, mert mindenki azt hiszi, hogy kaját kap, de szó sincs róla. Hűrjön. Jó, van, a pacsit nem sikerült szereznem. Viszont figyelt a nevére. De figyelni figyelt. Skobrák Ferenc úr, a Duna Tisza Magyar Pásztor Kutyás Hagyományőrző és Sportegyesület elnöke. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Ugye azért valami rokonság van közöttük, ugye? Tehát feltételezzük, igen, hogy azt mondja, puliból van, puliból van mindegyikben. Igen. De hogy is van, ugye a puli az... Ezek mind a három ős magyar fajtának számít, magyar őshonos fajtának számít, de az ős kutya az a puli, nem? Hát illetve a pulinak az elődje, amíg el nem kezdődött a fajta tiszta tenyésztése. Tehát a standard szerinti tenyésztése. Tulajdonképpen 1925-ben Rajcsics Emil választotta szét a három fajtát. Ezek a fajták, ezek alapvetően a legenda, vagy az igazság szerint talán úgy keletkeztek, hogy volt ugye az ős puli, és... De az miben különbözött ettől a pulitól? Hát nyilván más volt a szűre, más típus volt, mert igazából a munkában ez a szűre ez egy kicsit problémás lehet, mert beleragad a bogáncs és így tovább, de ezt pontosan nem tudjuk, ezt csak úgy gondoljuk, hogy ez így lehet. Aztán a magyarországi racka, illetve őshonos birka fajták tenyésztését felváltotta a merinói birka. Ezt a birkát ezt azért hozták, mert jobb, tehát más, az ipari termesztésre alkalmasabb gyapjút tudott termelni. Hát, most ezeket a birkákat nem úgy hozták, mint manapság, hogy a kamionba, illetőleg a teherautóra, a vonatra föltették, hanem lábban hajtották. Ja, és Franciaországból, német területről. És hoztak vele egy kutyát. Németországból spici jellegű terelő kutyákkal tereltek, francia területről pedig egy ilyen terrier típusú kutyája. Ebből lett a Pumi, a terrier? A terrier, és a Pumi, puli. A spici jellegűből, a Mudi, akik ugye keveredtek az itt lévő terelő kutyával, a Pulival. Legalábbis a legenda és a történet ezt mondja. Aztán ezek ugye össze-vissza született hol ilyen, hol olyan a különböző almokban, és 1925-ben, mint említettem, Rajcsics Emil szétválogatta ezeket a fajtákat, a standardet készítette. Már régi nagyok is csináltak ilyet, nem? Nem volt, csak mondjuk például, én nem volt régebbi például a Budiról, már 19. századi leírás. Én nem tudok róla, de attól még lehet, hogy volt. Az az igazság, hogy ez egy olyan téma a sportkutyázásban, amit teljesen biztosan kibogozni már nem fogunk. De azt gondolom, hogy ezzel mind a hárman egyetértünk, hogy azon túl, hogy nyilván fontos dolog a fajta megértéséhez a múlt ismerete, igazából mi mindannyian azt hiszem a jelenre, illetve leginkább a jövőre fektetjük a hangsúlyt. Tehát itt a dolog lényege az az, hogy hogyan tovább. Én azt olvastam, hogy például a Mudi az a háborúban gyakorlatilag kipusztult. A Mudi kevésbé, ez inkább a nagy testű pásztorkutyáknak okozott gondot. Az ő harcmoduruk ugyanis olyan volt, hogy ők valóban életüket akár feláldozva óvták azt a portát, ahol ők laktak, és nyilván amikor a több hadsereg különböző tempóban átcsapott rajtuk, ott egyetlen egy módon lehetett egy ilyen nagy testű komondortól, kovártól megszabadulni, ha lelőtték. Azért egy Mudi, egy Pumi, egy Puli, azt hiszem, hogy ilyen szempontból egy kicsit talán élelmesebb volt, és hogyha nagyon nem bírta az ugatással elriasztani a betolakodókat, akkor ő inkább egy kicsit arrébb ment, inkább és kilátta. Hát ezeket a fajtákat ritkábban tartották megkötve, még a nagy fajtákat megkötve, és így megkötött kutyát elintézni, azt hiszem, hogy egyszerűbb lehetett. Tehát az őrző pásztorkutyák kerültek ebből a szempontból a háború után veszélybe. De az nem igaz, hogy új standardet, új normát írtak a háború után a Mudira?
Nem, hát a Mudira alapvetően 63-ban született meg az első hivatalos FC, tehát a Nemzetközi Kutyaszövetség felé menő standard. Előtte is volt leírása a fajtának, effektíve standardje volt, annyi, hogy ez az FC által még nem volt hivatalosan elfogadott standard. Az első úgymond fajta leírásokat fényes, illetve angiék végezték, akiknek köszönhető gyakorlatilag a standard őse. Kik? Hát Fényes Dezső, Valasagyarmati Múzeum igazgató volt, egy néprajz kutató, aki hát Észak-Magyarországon járkálva elég sok helyen találkozott mudi típusú kutyákkal. Itt igazándiból inkább egy típusról beszélünk, mint mondjuk egy egyéb nyugati több száz évet tenyésztett fajtához képest ez igazándiból egy típus. Ő figyelt többek között fel elsőként erre a fajtára, ő írta le, gyűjtött össze nagyon sok ilyen kutyát, és őt tiszteljük ilyen szempontból a fajta hát észlelőjének megalapítójának. És ő mikor ért? Ő a századfordulón, illetve a 20-as, 30-as években volt ő legaktívabb kutyás tekintetben. És Angi Csaba? Angi Csaba, igen, hát őt elsősorban ugye az állatkert kapcsán ismerhetjük itt Budapestről, a pulival kapcsolatban végzett fantasztikus munkát, és hát ez a puli tenyésztés, amit ők elég nagyban ugye állatkerti keretek között űztek, ott érdekes módon mindig születtek a fajtatiszta gyönyörű puliktól, ilyen furcsa, rövidszerű, hegyes pofájú, hegyes fülű egyedek, és akkor ezek a kutyák gyakorlatilag a később kibontakozó mudi tenyésztés egyik alappillére lett. Hát illetve a puli esetében is, amit a Feri már mondott a 20-as években, tehát hogy mi lett a következménye, hogy egységesedett a fajta, tehát homogénebb, egységesebb, ugye régebben többféle méretben is tenyésztették, és a 20-as évektől kezdődően kezdődött el a standard szerinti tenyésztés, amikor már egységet, tehát a mai formáját gyakorlatilag ennek a dátumnak köszönhetjük. És mi az, hogy sport? Hogy mondta, sport? Sport, tenyésztés. Igen, ez egy érdekes kifejezés. Nagyon nehéz volt nekem is évekig ezzel a kifejezéssel zöldágra vergődni. Én a magam szempontjából én kutyakiképzéssel foglalkozom, én kutyásportot űzök, tehát nekem mondjuk a sport kifejezés kutya kapcsán nem annyira áll távol tőlem. A tenyésztés meg ugye klasszikusan egy agrár tevékenység, az állattenyésztés, ami inkább hiba. Én az egy érdekes célja lett, hogy olyan jellegű, majdnem állattenyésztői tevékenységet folytatunk, amit ugyanolyan szenvedéllyel szeretünk, mint hogyha sportolnánk, és ebből kifolyólag én azt gondolom, hogy ez egy olyan nagyjából körülírja ez a kifejezés, elég helyesen azt a tenyésztői tevékenységet, amit tenyésztőtársaink folytatnak. De milyen terve? Mit jelent ez? Milyen verseny? Hát többféle versenyen egy mudival, pulival, pumival részt lehet venni. Mi egy agility nevű kutyás sportot űzünk, amit hát televízióból a kedves nézők már biztos ismernek és láthattak. Én nem tudom, milyen? Hogy hívják? Ez piros-sárga akadályokon gyakorlatilag mindenféle kúszó-mászó ugrószalom. Agility, ez az angol agility szóból. Magyarosan mondani, igen, fürgesség, ügyesség. Ebben azt hiszem, hogy mind a három terelő kutyafajtánk nagyszerű, ez egy modern kutyás sportnak számít, de természetesen egy terelő kutya tekintetében elsősorban a birka terelés, és ennek is a sport verziója az, ami egy nagyon fontos paramétere ismérve ezeknek a fajtáknak, hogy gyakorlatilag zömükkel még nagyszerűen lehet birkát terelni, és hogyha a gazda olyan szerencsés helyzetbe kerülne, hogy birka tulajdonossá válna, akkor már egy birka terelő kutyával biztosan bírna, tehát ilyen szempontból előny lenne. Ezt talán annyit fűzhetnék hozzá, mint egy ilyen sportegyesületnek az elnöke, hogy több mint 10 éve próbáltunk egy szabályzatot kitalálni, hogy hogyan is lehetne ezeknek a kutyáknak az ősi, hagyományos munkáját, a birka terelést, illetve az állatok, jószágok terelését versenyszerűen űzni, és aztán ki is alakult ez a szabályzat, és ma már évente több versenyt rendezünk. Jelesül például a jövő évben 3 nagy rendezvényünk lesz. Hagyományosan Salföldön, a Balaton felvidéki nemzeti park területén. Egy új helyszínünk lesz Szekszárd mellett Szálkán, és nagy reményeink vannak, hogy a hagyományos hortobágyi versenyt is meg tudjuk rendezni. Na de ezt hogy kell elképzelni? Salföldön, ugye... Hol? Salföldön van egy bemutató park. Igen. Aki járt, ott ismeri. Ott van egy lovas pálya. A lovas pályán mi berendezünk egy 9 akadályból álló pályát, ahol a kutyának az a feladata, hogy az akadályokon keresztül átvegesse ezt a kis birka falkát, ami 20-25-30 birkából áll. És van erre egy felkent bíró, aki aztán megítéli ezt a teljesítményt, hogy ez jó sikerült, vagy kevésbé jó sikerült. Több osztály van, kezdők és haladók. Mi ezt úgy nevezzük, ugye, hogy például a legmagasabb osztály, az a számadő osztály, ahogy a pásztorok, a legmagasabb rangú pásztort nevezték, és a
legalacsonyabb osztály az pedig a kisbojtár osztály, a kezdő osztály, ugye, mert pásztoroknál is. És a közepső osztály? Hát kisbojtár, bojtár, öreg bojtár és a számadó. És ezek a kutyák már voltak ilyen versenyen? Hát versenyen nem tudom, hogy a többiek voltak-e, a Puli az nem, ő még 11 hónapos, tehát ő még az ösztön kibontakozásánál tart, tehát hát, mint ahogy az Ákos el is mondta, hogy a sporttenyésztés, tehát ez alatt nem csak küllemet értünk, hanem belső tulajdonságok megőrzését is értjük, tehát gyakorlatilag az ösztön az él bennük ugyanúgy, ahogy. Nagyon érdekes dolog ez, hogy rendszeresen végezünk ösztönpróbákat, és egyes fajtáknál már be is szeretnék nevezni, hogy tenyésztési feltétel legyen az, hogy a felmenőknek a terelő ösztöne az meglegyen. És csodálatos látvány, amikor a 8. emeletről, a lakótelepről lehoznak egy pumit, vagy egy mudit, vagy akár egy pulit, és odaviszik a birkákhoz, és minthogyha évek óta azt csinálná a kiskutya, rámegy a birkára, és elkezdi terelni. Persze nem tudja, hogy hogy kell pontosan, de az ösztön az benne van, hogy ezeket hajtani kell, és nem széttépni, mert ugye a kutya feladata az a terelés, és nem a vadászás. Az ő feladatkörük legalábbis. És azt honnan tudják, hogy egy ilyen pályán merre menjenek? Hát ezt a verseny előtt, ugye amikor felállítják a pályát, akkor ezt a bíró ismerteti az akadálysorrendet, illetve hát az ehhez szükséges instrukciókat a pálya kapcsán elmondja, illetve hát az effektíve futamok előtt egy pályabejárás, mint a díjugratásban itt is létezik, és ahogy az Na, de ott nem a lovat szokták egyedül elengedni. Nem, ott bemegy a kutyavezető, és gyakorlatilag a bíró ismerteti az elvárásait a pályával kapcsolatban, és akkor de ezt megcsinálják, akkor a lovas szokta megnézni. Hát a díjugratásban a lovas nézi végig, a lovas sehol nincs. Itt is csak az ember megy be, és megnézi, hogy merre kell menni, és merre kell küldeni a kutyát, hogy azon a pályán haladjanak végig a birkák. Tehát amikor a birkákkal jön a kutya, akkor ott van a pásztor is? Mellette is? Igen. Mondja, hogy arra? Mellette, illetve a közelében, és hát egy jól nevelt, jól irányítható kutya, aki már több versenyen vett részt. De mit mond neki, hogy balra vagy? Balra, vagy kerítsd, vagy hozd, vagy mindenki egyéni parancsszavakat talál ki erre a dologra, de nem ez a lényeg, hogy mit mond, hanem az a lényeg, hogy mit teljesít a kutya, és milyen készségességgel. És nem dobja le a gazdáját, még akkor sem, hogyha beelakad az akadályban. Hát, mert mennyire elég nehéz lenne rá. Mennyire jó. Viszont sokkal rosszabb járna, ha ráülnénk, azt hiszem. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Mi köszönjük. Köszönjük. Köszönöm. Köszönöm nagyon.